Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban ezt a szerelvényt, ezt a kicsit különleges és rendhagyó vonatot fogom nektek bemutatni. A 19807-es számmal közlekedő Bécs déli pályaudvartól Keszthelyig járó kis személyvonatot fogom egy picit szemrevételezni, az, hogy hogy állítottam össze. 2003-ban biztosan így járt ez a szerelvény ilyen összeállításba, sőt pályaszámra a mozdonyunk kis Timmel találtam róla egy képet az interneten, ezt a leírásba be is linkeltem. Nézzük is meg a szerelvényt közelebbről. Ugye a mozdonynak a klasszikus MTB mávos csörgőt választottam. Hát ez a mozdony ugye már több mint egy éve a kis flottám tagja. Nem bántam meg abszolút ennek a járműnek a megvásárlását. Nagyon megbízhatóan, nagyon jól szolgált ez idő alatt. Alapvetően ugye egy teljesen formahű járműről beszélünk. A mozdonyon annyi módosítást végeztem, hogy itt elől a kis légtömlőket, illetve csavarkapcsot, azt nem a gyári MTB-t használtam, hanem a rokó mozdonyokról szedtem le, illetve a posnak a teli pályakotróját szereltem föl. Van még egyébként egy készletem, amiben benn vannak a visszapillantó tükrök, azt hiszem ablaktörlők vannak benne, meg ide föl rács, ezt még egyelőre nem raktam fel. Ritka az olyan eset, amikor ugye pályaszámra megegyezően tud az ember kiállítani egy szerelvényt, egy vonatot, hát itt most sikerült ugye a mozdonyunk teljességgel stimmel. A szerelvény következő kocsia egy BH kocsi, egy gyeseves BH. Hát itt sajnos ugye nekem csak ilyen ráberbános feliratozású van, úgyhogy ebbe egy pici kompromisszumot kellett kötnöm, de ugye egy ugyanilyen kocsi található a mozdony után ott a hivatkozott képen is. Ez a kocsi klasszikus Fugert jármű, túl sokat nem nagyon lehet róla elmondani. Annyi tuningot kapott, hogy Porsche forgóvázak vannak benne, van benne egy Zemoki féle belső berendezés, valamint mikromodelles kapaszkodók lettek felszerelve, hát itt egy kis üröm van a dologban, ugye ezek nagyon törékenyek, itt a hüvelykujjamnál levő egy picit már meg is tört, ezekre nagyon vigyázni kell egyébként. Maga a kocsi ugye formailag hát nem a legszebb kidolgozású, illetve hát tudjuk, hogy azért vannak elég erős formai kompromisszumok, de úgy feelingre, kinézetre nagyjából hozza azt a BHV-s dolgot, amit így elvárhatunk. Nyilván ugye a részletekben ott azért nem kell azt elvárni ezektől a járművektől, hogy akár itt a mindjárt bemutatásra kerülő rokókocsi szintjét is hozzák. A szerelvény következő kocsiait az ÖBB adta, és két darab Schlieren, rövid Schlieren kocsiról beszélünk. Én a Rokótól vásároltam egy kocsit újonnan, ez az új idei kiadású modellek közül van, illetve használtam, be tudtam szerezni egy ilyen régebbi festésű kocsit, ugye ott a képen is látszik, hogy egy ilyen, egy olyan felállásban volt megtalálható a szerelvényben az osztrák rész. Hát ezek a kocsik igazándiból ugye nagyjából a mi dunakeszi kocsi családunknak felelnek meg osztrák kivitelbe, ugye hosszuk is teljességgel egyezik, illetve ugye felhasználási területük is, ugye ez a klasszikus személyvonat, ez is stimmel. A Rokó legalább szerintem egy 35-40 éve gyártja ezt a kocsi típust, alap része ugye a 4.-5. korszakos ÖBB-s flottáknak. Gyakorlatilag hasonlóan kidolgozott járműről beszélhetünk, mint mondjuk a Rokónak a Gosza kocsia. Nagyon jó megtervezett kocsi, nagyon jó futási tulajdonságokkal rendelkezik, szépen ki van dolgozva, formailag stimmel, nagyon szép festése van nekik. Az egyetlen hátulütő, hogy bent a beltér az egy színű, tehát az ülések pont ugyanolyan színűek, mint ott a kis padló. Annyira egyébként ez nem feltűnő, hogyha az ember akarja, akkor ezt tudja javítani, de nem is egy kifejezetten drága járműről beszélünk. Ugye ezek a kocsik, ezek szóval ilyen 24 ezer forint környékén kaphatóak, ugye manapság ez már nem számít kiugróan drága dolognak, ugye amikor ilyen 30-35 ezer forintos egy darabos kocsik is
bőven vannak azért a piacon. Ez az újabb kiadású Roku egyébként itt össze lehet hasonlítani a picit régebbivel, hogy azért szebb festéssel rendelkezik, picit talán szebbek az ablaksorok, jobban átlátszó az üveg, ami bennük van, és ami kis érdekesség, hogy tamponozott a kocsiknak az ablaka, látszik ott benn, hogy ott van kis fogantyú is rá van tamponozva, illetve a kis piktogramok is oda vannak tamponozva, mind az ablakokon, mind pedig itt a feljáró ajtónak az üvegén. Az alja a kocsinak nem túl bonyolult, néhány dolog van, amit föl kell szerelni, egy ilyen kis légtartály, meg két ilyen kis, gondolom a fékszelephez tartozó vezeték, illetve itt a forgóvázaknál kell ezt a kis lépcsőt felszerelnünk a vásárlás után. Forgóvázak azok nagyon szépen kidolgozottak, nagyon jól viselkednek a pályán, gyönyörű szépen gorulnak ezek a kocsik, nem siklanak, nem akadnak, tényleg ez az a Roku minőség, amit szerintem sokan nagyon jó emlékekkel idézünk fel. Ugye a Roku ekkoriban, amikor ugye ezeket a kocsikat is tervezte, nagyon nagy hangsúlyt fordított arra, hogy a járművek nagyon jól játszhatóak is legyenek a terepasztalon, tehát ne csak szépen nézzünk ki, hanem jó futási tulajdonságokkal is rendelkezzünk. A kocsiknál oldalt még nekünk kell egyébként felszerelni a kis fém kapaszkodókat, ezek nagyon szépen beleillenek a helyükre. És ami fontos, hogy egy ilyen Roku kocsinál minden kis kiegészítő ragasztás nélkül felszerelhető, és ott is marad a helyén. Hát ez az a dolog, amit szerintem sok újabb gyártó, lásd Acme és társaik, nyugodtan, bátran leleshetnének itt a jó öreg Rokunkról. Ez az újabb festésű kocsi, ez a Sparlak festési sémát jeleníti meg. Ez a kocsi pedig a régebbi úgynevezett Jaffa színezést viseli magán. Ugye itt látszik, hogy a tető is még egyszínű, illetve itt oldalt a kis csíknak a vastagsága, meg itt van fölötte egy másik ilyen kis vékonyabb, ilyen világos színű csík. Ezek a kocsik egyébként a valóságban 2007-2008-ban is még volt olyan kocsi, ami ilyen színezéssel közlekedett a különböző EU régió vonatokba. Nem igazán foglalkozott már vele az ÖBB, hogy életciklusok végén ezeket átmázolja másik színre. Ez a kocsi alaphangon még legalább egy 20 évvel korábbi kiadás, hiszen Made in Austria szerepel a kis alvázán. Ehhez híven hozza azt a minőséget itt kopások, meg egyéb kis dolgok ellenére, mint amit ugye várhatunk egy osztrák járműtől. Ugye ezt a kocsit ezt használtan szereztem, 14 ezer forint volt az ára, tehát egy 10 ezer forinttal került kevesebbe, mint az új kiadású kis ÖBB-s kocsi. Ezek az ÖBB-s kocsik egyébként nem csak ebben a vonatban használhatóak fel, hanem például föl lehet őket használni egy EU régió, egy tatabányai EU régió szerelvényben is, akár klasszikus piros ÖBB-s Taurus mögött, akár pedig az ÖBB 1014-es CCM mögé besorozhatóak, ugye még kéne belőle legalább kettő kocsi, hogy kijön egy szép szerelvény, illetve a podgyászteres verzió is beszerezhető, az is közlekedett így ezekben a vonatokban. Összességében egyébként nekem így a Roku kocsik kapcsán picit így szomorú érzésem támad, hiszen nagyjából hasonló kategóriájú járműveket modelleznek, mint a mi BH, BHV, BY kocsiaink, és hát meg lehet nézni, hogy az osztrákoknak milyen régóta vannak már exakt, formailag pontos, szépen kivitelezett járművei, ahol nem kell pluszba kapaszkodókat bohóckodni rájuk, ahol nem kell forgóvázat cserélni, ahol nem kell belső berendezésbe építeni, hanem gyárilag úgy néznek ki ezek a kocsik, ahogy ki kéne nézniük. Hát remélem egyszer mi is eljutunk arra a szintre, hogy lesz hasonló BH vagy BHV kocsink, mint amilyen az osztrákoknak már minimum 40 éve van. Kíváncsi vagyok majd, mit hoz a jövő ezen a téren. Ez tényleg csak egy ilyen kis intermezzo volt, elgondolkodtam így, hogy egymás mellett látom ezeket a járműveket, hogy mekkora hatalmas különbség van így a dolgok között, lajtán innen és lajtán túl.
összességében egy nagyon jó kis szerelvényt tudtam itt felrakni a terepasztalra, nagyon kis hangulatos, egy abszolút színes kis valamit tudunk így ezekből a kocsikból összerakni. A terepasztalunkra, ha már egy picit unjuk a szabvány, máv, kék kocsikat, egy autentikus szerelvényt lehet azért kiállítani. A GSF kocsi kapcsán ugye, akinek esetleg van, az tud belerakni olyan kis zöld GSF-es kocsit, amin itt még a GSF felirat van. Hát nekem nincs olyan kocsim, úgyhogy ezért választottam ezt a járművet. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!